A folytatásban egy korábban rögzített beszélgetésünket láthatják egy kisvárdai alapítvány kuratóriumának elnökével, Erdei Nagyibolya kolléganőm beszélgetett. A 2006-ban Kisvárdán alakult Szeretet Hatalma Alapítvány elsősorban a Kelet-Magyarországon élő daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekeknek és családjaiknak segítenek. Az egyesület munkája azért is jelentős, mert a tartósan beteg gyermekek nevelése nagy anyagi teherrel is jár. Vendégem a stúdióban dr. Novák Béláné, a Szeretet Hatalma Alapítvány kuratóriumi elnöke. Köszöntöm. Üdvözlöm. Elsőként én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lesz valakiből egy ilyen alapítványnak a kuratóriumi elnöke. Mi kell ehhez? A 13 évvel ezelőtt megalakult alapítványunk egyetlen beteg gyermekért alakult annak idején. Úgy mondanám, hogy porszem került a gépezetbe, és épp úgy, mint a kagylóba került porszemből egyszer csak igaz gyöngy lesz. Én szerencsés embernek érzem magam, hogy különösen ennyi idő után már, hogy én ennek a kuratóriumnak az élére állhattam, és hogy vezethetem, mert annyi örömben is, szépségben, fájdalomban is volt részem, ami az embert építi. Azt mondta, hogy akkor egy gyermek támogatására, egy család segítésére hozták létre az alapítvány, vagyis arra reagáltak. Igen. Azóta hány családnak tudtak segíteni? Mivel ide készültem, ezért megnéztem a statisztikát. 217 gyereknél tartunk. És az is elhangzott, hogy Kelet-Magyarországra épült ez az alapítvány. Ez már koránt sem így van, mert az ország minden részéből megkeresnek bennünket. Tehát különösen Kelet-Magyarország, de Nyugat-Magyarországról is, és Budapestről is, Szegedről, Kalocsáról. Ahol probléma van. Ahol probléma van. És honnan tudnak önökről? A gyermek-onkohematológiai osztályokon terjed ez a beszélgetések kapcsán a mi nevünk. A mi alapítványunk ugye egy kis alapítványnak számít azért országos szinten, viszont olyan tekintetben nagy előny a hozzánk fordulók számára, hogy szinte azonnal reagálunk. És ezért vagyunk ilyen úgymond népszerűek a segítséget kérő szülők, családok, gyermekek tekintetében. Mert biztosan számíthatnak valamilyen segítségre és támogatásra. Igen, igen. Miben nyilvánul meg az önök segítsége és támogatása? Az első reakció alkalmával, tehát az első hozzánk beérkező kérelem alapján mi pénzt küldünk, tehát pénzbeli adományban tudunk azonnal szinte, ezt hangsúlyozom, segíteni. És aztán tehát itt az esetszámok, és ha én statisztikát mondok, és azt mondom, hogy 217 gyerek, akkor ez korán sem az esetszámokkal azonos, mert ezt fel kell szorozni évente több alkalommal, hosszú éveken keresztül még több alkalommal, és akkor már egy egészen más számadat jön ki, amit mi nem is szoktunk számolni. Önöknek minden évben vannak nagyon komoly rendezvényeik, nagyon komoly kiadványaik, olyan kiadványok, amelyekben maguk a gyermekek is megjelennek kezemunkájuk által például. Ez már azt hiszem, hogy egy olyan szokássá vált, amit önökről beszélve már várnak is talán az emberek. Gondolom ezeken a nagyszabású rendezvényeken az akármilyen szempontból érintettek biztosan ott vannak, akár az egyik oldalról érintettek, akár akik támogatók lehetnek.
Igen, hát nekünk a legfontosabb támogatóink kezdetektől az iskolák voltak. Egy ilyen kisvárosban ugye a legelsősorban az iskolákat lehet megszólítani. Ebből épült fel az szinte az összes rendezvényünk, mert van ugye a minden évben megrendezésre kerülő gála rendezvényünk. Itt is nagy számokat tudok mondani, de a képek alapján, tehát a honlapunk, Facebook oldalunk alapján visszanézheti bárki, hogy óriási az érdeklődés, és óriási az a szereplők részéről is az érdeklődés. Ez azért nagyon fontos, mert ideje korán megtanulja a gyermek, hogy hogyan tud segíteni tánccal, zenével, jókedvel azoknak a gyermekeknek, akiknek ebből kevesebb jut. Igen, minden alkalomra meghívjuk a beteg családok, tehát a beteg gyermekek családjait, igen. És a Szabolcs megyéből, Miskolcról, sőt Budapestről is eljönnek ezekre a rendezvényekre. Említette a kiadványainkat, itt elsősorban a Szeretett Naptára gondolok, ami szintén az iskolákra épülő rajzversenyből lesz, születik, és ez már valóban egy várt dolog, amit elküldünk persze a támogatóinknak. Mennyire segítőkészek az emberek, szervezetek, vállalkozások, és egyáltalán csak magyarországi emberekben kell gondolkodni? A támogatói körünk most már igen széles és kiterjedt. Valóban magánemberektől a vállalkozásokig nagyon-nagyon sokan segítenek minket. Hogy ki hogyan, ki milyen mértékben, az számunkra nem fontos, mert sok kicsi sokra megy alapon, és az emberi értékekhez, alapvető értékekhez kapcsolódva mi azt gondoljuk, hogy minden adomány fontos. Így a 300 forintos adományt éppen úgy megbecsüljük, mint a nagyot, mindenkinek küldünk köszönő levelet, és így egyre inkább azt gondolom én, hogy itt azért a hitelesség is nagyon sokat számít. Egy ilyen kisvárosban mindenki ismeri, hogy kiket segítünk, hogyan segítjük, mert helybeliek is vannak, vagy környékbeliek is vannak, és hát ezek a szóbeli propagandák többet érnek minden más kiadványnál is. Én úgy gondolom azt, hogy önök hitelesek, és hogy már tényleg 13 éve bizonyítanak, tehát itt a beszélgetés végén azt szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy éppen azt az időszakot éljük, amikor akár évről évre az adózók az 1%-ukat, az 1+1%-nak az egyik felét ugye fel tudják olyan szervezeteknek ajánlani, amelyek valóban látványosan és érzékelhetően tesznek az emberekért, a társadalomért. Csak annyit szeretnék végül kérdezni, hogy ez érezhető támogatási forma-e az önök számára? Igen, érezhető, és ez a legjobb adakozási forma, hiszen ez, ahogy elhangzott, ez nem kerül a támogatónak semmi pénzébe. Számunkra viszont a legtisztább és legjobb támogatási forma, és elmondanám, hogy mi ebből éves szinten 150-200 alkalommal tudjuk segíteni a gyermekeket és a családjaikat. Én hadd mondjak még egy dolgot el itt a végén, hogy nagyon-nagyon fontos rendezvényünk a minden évben sorra kerülő családi nap, amit itt rendezünk Nyíregyházán, a Sostolyi Állatpark előtt kapcsán, és itt a mi fő szponzoraink minden földi jóval ellátnak bennünket. Tisztítószerrel, tartós élelmiszerrel, édességgel,
és ezt osztjuk ki a családoknak, beléptetjük őket az állatparkba, és megtérítjük az úti költségeiket. Hát ez olyan luxus az ő számukra, és olyan nagy boldogság, hogy ezt meg kellett, hogy említsem. És hát ez nagyon... Ez minden évben gondolom, minden hogy évben, egy nagy ajándék. Igen, nagy ajándék. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba, és tudtunk beszélgetni. Kitartó, sikeres munkát kívánok az alapítványnak a jövőre nézve is. Köszönöm szépen, és remélem, hogy minél többen lesznek a mi támogatóink ezáltal a műsor által is, és legyen mindenki a mi támogatónk.